ez a havasi sisakvirág levele. Talán kevesen tudják, de régen a növény nedvébe mártották a dárdák és a lándzsák hegyét, amelyik képes volt megölni a farkast vagy más vadállatot. A gyógynövények ősi tudását most felsőfokú szinten lehet elsajátítani a Nyíregyházi Egyetemen. Gyógy- és fűszernövény felsoktatási szakképzést indítunk. Július végén jelentette be a Nyíregyházi Egyetem rektora, hogy új képzést indítanak. A gyógy- és fűszernövény termesztő képzést ráadásul ingyenesen, állami finanszírozással is el lehet végezni. A rektor 35 perc című műsorunkban azt mondta, az is lehet az egyetem sikerének titka, hogy minden évben indítanak új szakokat. Mi az elmúlt 4 évben 25 új szakot indítottunk, tehát ez számszerűen is nagyon sok, de az idén is vannak új szakjaink, például a gyógy- és fűszernövény felsoktatási szakképzés, amit mivel most akkreditáltak, így állami finanszírozott formában a pótfelvételi eljárásban lehet rá jelentkezni, illetve szakirányú továbbképzéseink közül a repülési specialista és a repülési szakmérnök is új szak, illetve a mérnök informatikus alapszakunkat is most indítjuk először. A képzés 4 fél évig tart, egyszerre legkevesebb 5 főt, legfeljebb 25 főt vesznek fel. Az állami finanszírozott helyek mellett önköltséges képzés is indul, ott fél évenként 200 000 forintot kell fizetni. A képzés során nem csak a termesztéssel kapcsolatos tudást szerezhetik meg a hallgatók, de elsajátíthatják azt is, hogy hogyan lehet a vadon termő növényeket begyűjteni, tárolni és értékesíteni. Az érdeklődők augusztus 8-áig vasárnapig jelentkezhetnek elektronikusan pótfelvételi eljárásban. A felvételi augusztus 18-án szerdán lesz. A mi intézményünk a felvételi vizsgákat, illetve a gyakorlati felvételi vizsgákat 2021. augusztus 18-án szerdán fogja megtartani. Ugyanakkor fogjuk megtartani majd a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is, tehát ennek az időpontja is augusztus 18-a. Erről a vizsgáról annyit kell tudni, ugye most már minden alapképzési szakhoz kötelező az emelt szintű érettségi. Azok a jelentkezők, akik még nem az emelt, tehát nem a kétszintű érettségi rendszerben érettségiztek, tehát 2005 előtti az érettségiük, ők tudják a jelentkezés során megjelölni, hogy szeretnének élni ezzel a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával. A ponthatár megállapítás pedig augusztus 27-én történik, ekkor kapnak értesítést a jelentkezők, hogy sikeresen felvételt nyertek-e, és mi augusztus 31-éig fogjuk kiértesíteni őket. A Nyíregyházi Egyetemen úgy döntöttek, hogy a felsőfokú szakképzésben tanulók, így a gyógy- és fűszernövény termesztők is hibrid oktatásban kezdik a fél évet. Ez azt jelenti, hogy az előadásokat online, a szemináriumokat és gyakorlati órákat személyes jelenlét mellett tartják meg.